Már a francia főügyész foglalkozik a koronavírus járvány alatti maszk hiányügyével. A járvány kezelése miatt körülbelül 90 panaszt nyújtottak be a döntéshozók ellen, ebből a köztársasági bíróság 9-et meg befogadott. Ez az egyetlen intézmény Franciaországban, amely ítélkezhet a miniszteri rangú politikusok munkája fölött. A legfőbb bíróság most arról fog dönteni, hogy induljon-e vizsgálat a korábbi miniszterelnök Édouard Philippe, valamint két egészségügyminisztere Agnès Buzyn és Olivier Véran ellen. A vád az emberek biztonságát veszélyeztető katasztrófa leküzdésének elmulasztása lehet, ezért pedig akár 2 év börtönbüntetés és 30 ezer euró, azaz több mint 10 millió forintnak megfelelő pénzbírság is járhat. A beérkezett panaszokból még 33 kivizsgálásra vár. A miniszterek elleni vizsgálat miatt pedig le kell állítani, vagy legalábbis korlátozni a nemrég alakult parlamenti különbizottság munkáját, amelyet arra hoztak létre, hogy feltárja a koronavírus járvány kormányzati kezelésének hiányosságait.